Na, pontosan egy héttel ezelőtt, nem a levegőbe beszéltél, másnap sikerült jól kosárlabdázva legyőzni az Zalaegerszeget. Most itt mondasz, ahol nem sokan meccsen. Akkor tartsuk magunkat ehhez. Remélem, hogy megint sikerül jól játszani. Törleszteni valamunk is van a Sopronnál szemben, hiszen egy hónapja ezelőtt megvertek itthon minket. Az nagyon fájó vereség volt, nagyon sok buta hibát követtünk el, úgyhogy remélem, hogy ezeket sikerül kijavítani a hónapra, és tudunk eredményesen szerepelni. Nyilván itt a rájátszásban már minden meccs duplán számít gyakorlatilag. Most megelőzitek a Sopront, azt hiszem, egy meccsel. Mi lehet az a kulcs, amit a rájátszás kezdetén eldöntheti ezt a mérkőzést? Hát szerencsére kettő meccsel előzzük meg a Sopront, de valóban duplán számít minden, úgyhogy sajnos ez a két győzelem forra sajnos nem nyugtathat meg minket. Hát ezen a meccsen nagyon fontos lesz a lepattanunk megint. Én azt gondolom, hogy ez nekünk egész évben egy kulcskérdés volt, és holnapi nap is ez lesz a legfontosabb, és hogy mennyire vagyunk agresszívak és agilisak leginkább védekezésben. És azt gondolom, hogy ez legtöbb esetben magával hordozza az eredményes támadójátékot is. Martinić érkezése óta azért nagyon hamar beilleszkedett a csapatba. Milyen szerepet szánsz neki, lehet taktikai finomságokat tudni vele kapcsolatban? Igazából külön feladatot most nem kap erre a mérkőzés az eddigiekhez mérten. Nyilván neki egyrészt szervező feladata is van, másrészt pedig eredményessé tudja tenni a saját csapattársait is, illetve ő maga is nagyon veszélyes támadásban. Nyilván az erényeit próbáljuk kihasználni a holnapin a folyamán is. Nagyon szépen köszönjük. Csak úgy, mint múlt hétre, sok